Piszkos munkát elintéztem. A jegyárakat meghekkeltem. November 3 és 6 között Cinema City filmünnep. Szuper kedvezmények, extra programok. Jegyek a cinemacity.hu-n. Alábbi sorozatunk érdekes, tabu vagy éppen nem hétköznapi szakmákat, munkákat, hivatásokat dolgoz fel. Bizonyos témáink egyes nézőink számára a nyugalom megzavarására alkalmasak lehetnek. Örömmel vesszük, ha a komment szekcióban megírod, milyen foglalkozásokról hallanál szívesen a jövőben. Ha tetszenek a tartalmaink, kérlek ne feledkezz meg a feliratkozásoddal támogatni minket, vagy ha módodban áll, tetszésedet a köszönet gombra kattintva is kifejezheted. Hát nyari, hogy üdvözletem mindenkinek, áldassék a gyümölcsénos vagy Zsolt, vagy kezdve itt a Zsoltán YouTube csatorna. Hát mondhatnám azt is, hogy a várva várt videó, és tényleg nagyon vártátok ezt a részt, és terveink szerint egyébként rá az eredeti résznek, vagy a nagyobb volumenű, hosszabb verziójú beszélgetésnek a következő hetén már kint lett volna ez a videó. Igen ám, viszont történtek bizonyos dolgok. Normál esetben egyébként nem nagyon szoktam komolyan venni semmilyen fenyegetőzés, meg semmilyen ilyen agresszorkodást, és ezzel is úgy voltam egy ideig, hogy nem, de aztán ez elég nagy méreteket öltött. Történt ugyanis, hogy Kis Kató, aki ugye halottlátóként ismert az országban, ellátogatott hozzánk, és az új sorozatomban, a Dolgozók nevű sorozatokban, ahol olyan foglalkozások, hivatások, tevékenységek, pénzkereseti lehetőségekről forgatok, és beszélgetek az érintettekkel. Hát ami nem megszokott, kevés figyelmet kap, sok kérdést felvet, vagy tabunak számít. Katóval is volt egy beszélgetésünk, és mivel hogy a vele való beszélgetés közben azért sok olyan megválaszolatlan kérdés, információ, vagy ki nem mondott dolog volt leginkább részemről, amit ti hiányoltatok is, ezért természetesen tudtam, hogy majd következik egy extra rész, ahol egy plusz tartalommal, egy extra tartalommal, illetve némi kibeszéléssel is szolgálhatok nektek. Én ezt el is mondtam az előző videó elején, és akkor máig tisztázatlan körülmények között, valószínűleg valamilyen csoportba, vagy valamilyen közösségbe kikerült ez a videó, és kikerült ez a terv, hogy majd a következő, rákövetkezendő héten be fogom mutatni azt a beszélgetést, vagy azt a momentumot, azt a történést, ahol is azt kértem Kis Katótól, hogy akkor legyen kedves, és vegye fel a kapcsolatot egy olyan szerettemmel, amiről fixen nem tudhatott, hiszen ti sem tudtok, és általánosságban mivel nagyon kevesen, van egy illető, akiről nagyon keveset beszélek a közösségi médiában, pedig nagyon-nagyon közel állt hozzám, és nagyon-nagyon sokat jelentett az én életemben, ez még állami gondozott koromban volt. Pontosan azért gondoltam, hogy ezzel kapcsolatban kérdezem meg Katót, hogy véletlenül sem merülhessen fel az a vád, hogy esetleg utána nézett újságcikkekből, és akkor ő ezt tudhatta. És meg is történt egyébként ez a halottlátás, hogy úgy mondjam, és erre érkeztek olyan fenyegető, zsaroló levelek, amivel kapcsolatban ki kellett várnunk, mert nyilván a komolyságát is meg kellett nézni ennek a történetnek, és mondom, valószínűleg egy nagyobb csoportban, nem gondolom, hogy Kis Katónak bármilyen köze lenne hozzá, ez fontos, hogy nem gondolom, hogy Kis Kató álnéven írt dolgokat, de
az átkoktól elkezdve, hogy engem, a családomat, az éttermet, az üzletemet, a kollégáimat, a barátaimat, mindenkit megátkoznak különböző rituálékkal, halálos betegségekkel fenyegettek. Ez még egy adott ponton persze lehet vicces, bár itt azért a Mindenszentek Halottak Napja környékén van, akinek ijesztő, de általánosságban véve azt mondom, hogy nem. Viszont volt olyan, hogy az étterembe hagytak már üzenetet, jeleket, tehát hogy ilyen... hogy mondjam, egy kicsit zaklatásba ment át a dolog, és nyilván ezért kellett szakemberi, ezért kellett ügyvédbevonását alkalmaznunk, és pontosan azért nem tudtam, hogy mi a helyes, mert most azt nem gondolom, hogy valaki engem otthon megvudúz, de hogyha bedobja az üzletemnek a kirakatát, annak azért annyira nem örülök. Így hát... fontos, hogy elindult ugye ez a nyomozás, meg elindult ez a vizsgálat, hogy vajon ki lehetett, vagy kik lehettek azok, mert nem egyről volt szó, akik ennyire durván szerették volna, hogyha ez a videó nem kerül ki. Nézzétek meg ezt a videót, aztán döntsétek el, hogy egyáltalán volt-e értelme, vagy van-e értelme annak, hogy valaki így ennyire ránk feszült. Eddig sem, és a továbbiakban sem fogok semmilyen fenyegetésnek és zsarolásnak engedni. Most pedig szeretnék nektek megmutatni... hát egy nagyon érdekes pár percet, egy negyed órát, ahol is Kiskatótól azt kértem ugye, hogy lásson nekem is halottat, de még mielőtt ezt megmutatnám nektek, szeretnék azért a beszélgetésről, erről a Kiskatós epizódról néhány gondolatot elmondani. Voltak nagyon tisztánlátó kommentek, és azt gondolom, hogy akik ismernek és ismerik a munkásságomat, azok számára nem feltétlenül volt kétség, hogy miért is hívtam el magamhoz Katót. Kató személye megosztó, hivatása, foglalkozása, áldása, ki hogyan nevezi, aztán meg aztán pláne. Nyilván sokan kíváncsiak vagytok ezzel kapcsolatban az én sajátos véleményemre. Én hiszek Istenben, tehát hogy én egy hívő ember vagyok, így hát nagyon fura lenne azt mondani, hogy nem hiszek a túlvilágban, a túlvilági létezésben. Ellenben én magában a szellemidézésben, a szellemektől való segítségkérésben, a halottlátásban, a jóslásban, a táblában, a táncolószékekben, a tenyérben, a nem tudom mi, én nagyon szkeptikus vagyok. Talán nem annyira, mint a Vágó István, de eléggé szkeptikus vagyok. Mindazonáltal tisztában vagyok azzal is, hogy sokaknak ez az, ami megnyugvást és segítséget jelent. Na most, hogyha megnézed ezt a beszélgetést, amit egyébként, hogyha a leírásba kattintasz, akkor meg is nézheted, akkor azt gondolom, hogy mindenki számára világossá válik, hogy azért a halottlátás, illetve a spiritualizmus, vagy az ezen tevékenységeknek bizony megvannak az árnyoldalai is. Én semmilyen módon nem tudom azt támogatni, amikor gyászoló emberekből financiális érdekeket kovácsolunk, és hatalmas pénzeket kérünk el azért, hogy azt mondjuk, hogy a szeretteikkel beszélgetünk. Én megmondom az igazat, hogy én még nem találkoztam olyan emberrel, aki olyan dolgot tudott volna mondani, vagy olyan tanúbizonyságot tudott volna nekem tenni, amire exakt 100%-osan azt tudom mondani, hogy hú, hát ez igen. Persze vannak megmagyarázhatatlan dolgok, honnan tudhatta ezt, honnan tudhatta azt, hogy felsorol sok-sok olyan dolgot, ami adott ponton úgy érzed, hogy jellemző lesz rád, kutakodsz az emlékeidbe, és akkor úristen, ez veled tényleg megtörtént. Ki lehet mondani, hogy azért a halottlátók nagy része az országban bizony szélhámos, és azt is ki lehet mondani, hogy a halottlátók nagy része egy olyan dologból kovácsol hasznot, egy olyan dologból generál magának bevételi forrást, amivel én semmilyen szinten nem tudok azonosulni. Nem tudom egyszerűen elképzelni azt, hogy lehet valakinek ahhoz gyomra, hogy lehet valakinek ahhoz pofája, arca, hogy tényleg akár egy több százezeres millió forintos temetés után még több tízezer, százezer forintot legomboljon valakinek azért, mert azt mondja, hogy ő neki bizony üzenete van a túlvilágról. Na most, hogy Kiskató melyik kategóriában dolgozik, én azt gondolom, hogy nézzétek meg az előző videót, és akkor mindenki el tudja maga számára dönteni. Egy pillanatig nem szerettem volna ezt a fajta foglalkozás, vagy ezt a fajta
tevékenységet reklámozni, azért azt látszik a komment szekcióból, hogy sokatoknak inkább átjött a szándék, akiben viszont egy pillanatig is megkérdőjeleződött az, hogy én azért adtam ennek teret, hogy reklámot biztosítsak, vagy kiskatónak még több kuncsaftot tudjak intézni, hát legyen annyi elég, hogy nem, nem ezért. Úgyhogy összességében a halottlátás, a médium, a jóslás, és tudom, hogy sokak számára most ezzel nem leszek szimpatikus, nekem ez egy olyan humbuk sokszor, és egy olyan megfoghatatlan, és egy olyan sajnos elanyagiasodott dolog, hogy ilyen semmilyen szempontból nem tudom támogatni, de az, hogy én ezt kimondom, az szerintem sokkal kevesebbet ér, vagy sokkal súlytalanabb, mint hogyha egy olyan embert kérdezek, olyan kérdéseket teszek fel, és olyan helyzeteket teremtek elő, ahol ő maga tudja bebizonyítani, hogy az, amit ő csinál, annak van-e létjogosultsága, hitelessége, avagy sem. Úgyhogy ennyit erről a beszélgetésről, úgyhogy fogadjátok szeretettel azt a videót, amit nem akartak nagyon sokan, hogy kikerüljön, és ezért akár a végsőkig is, és a legundorítóbb, legmocskosabb levelekig hajlandóak voltak ezért elmenni. Ezeket nyilván érthető okokból most nem fogom nektek megmutatni, de bízom benne, hogy elérkezünk majd egy olyan szakaszba az életünknek, amikor ezeket majd meg tudom mutatni. Egy részén lehet jót nevetni, viszont voltak egyébként tényleg nagyon durva, és szemmel láthatóan mániákus levelek. És mondom, tehát én azt gondolom, hogy az az ember, aki tart, vagy fél valamitől, vagy valamit nagyon akar, és valami a mániájává válik, az bizony képes rossz dolgokra, és nyilván ezt szerettük volna elkerülni, de aztán meghoztam azt a döntést, hogy semmilyen zsarolásnak, vagy fenyegetésnek nem fogok a továbbiakban sem engedni. Volt már ennél durvább is, úgyhogy most jöjjön ez. Lezárhatnánk akár ezzel a gondolattal is, de nem engedlek el anélkül, hogy ne lenne egy kérdésem, kérésem. Azért, hogy mondjam, az én életem egy nyitott könyv. Volt valaki az életemben, akit még édesanyám előtt veszítettem el. Én akkor találkoztam először testközelből a halállal. Nagyon-nagyon megrendített, és nagyon sokáig hordoztam is egyébként a nyomát, sőt, nagyon sokáig éreztem is egy bizonyos illatot, amit akkor a halál napján abban a helyiségben éreztem, ahol meghalt ez az illető. És arra vagyok kíváncsi, hogy bármit vele kapcsolatban tudsz-e nekem mondani. Én ideírtam minden olyan információt, és elküldtem még az érkezésed előtt saját magamnak e-mailbe, hogy nehogy az legyen, hogy te most bármit mondasz. Én azt mondom, hogy Kató, ez hülyeség, nem, vagy pont az, hogy azt mondom, hogy igen. Olyan információkat írtam le ide, amiből ha egyet is látsz, vagy egy is bejön, ez engem nagyon megnyugtatna. Látsz-e bármit ezzel a személlyel kapcsolatban, akiről most nem beszéltem? Ami megjelenik tőle, hogy halála előtt ott van egy gyötrődés. Szorongatja a torkomat, tehát aki nem mondott szavak, fel nem oldott gondolatok, illetve a mellkasomat nyomja, ami megint csak a lélek, a szív problémák, tehát a gyötrődéssel kapcsolódik össze, illetve valamiért fontos neki a hármas szám. Tehát ez lehet harmadika, lehet három év, tehát a hármas számnak jelentősége van az ő, illetve a ti kapcsolatotokban. Azon kívül pedig a háláját fejezi ki te neked, tehát hálás felét, és valamiért a halál előtt a két hetet jeleníti meg, hogy ott van valami, amit nem tudott neked elmondani. Ötletem sincs. Nem tudom. A torokszorítás megvan, hogy mit jelent? Ki nem mondott szava, és biztos értünk, hogy két héttel halál előtt nem tudta elmondani, illetve, hogy nincs meg az elbúcsúzás. Nem, ezek nincsenek. Nincsenek meg. Mikor találkoztam vele halála előtt? Az előtti nap igazából. Nagyon-nagyon hirtelen jött. Senki nem számított rá. Tehát én... Gyötrődött?
Halál akkor, vagy előtte? Előtte. Pont ez az, hogy nem. Tehát annyira... annyira fura volt. Ez a tipikus esete annak, amikor bárkire gondolnál, hogy bárki ebből a szobából meghalhat, csak ő nem. Mert hogy annyira nem. Esetleg látsz-e valami olyat, hogy nem tudom, mivel foglalkozott, mit gondolt rólam, hogy férfi volt, vagy nő, vagy hogy milyen ékszert viselt, az is egy nagyon jellegzetes dolog volt. És akkor ugyanott tartunk, ahol a Live TV-nél. Hogy? Ugyanott tartunk, ahol a Live TV-nél. Hát csak nem. Azért Berki Krisztián egy könnyebb eset volt. Nem arról beszélek, hanem ez a, amikor bizonyítsuk be, és lássuk, hogy mi történik, és mondjad meg. Nem, de ha bármi olyan van, én hidd el fogom neked mondani, meg egyébként ide le is írom. Egyébként a hármas szám az annyi, hogy 35 éves korában halt meg, de így a hármas az... Hány éve ismertétek egymást? Teljes kettő nem volt. Teljes kettő nem volt. Hanyadikán halt meg? Hány órakor halt meg? Hanyadik hónapban halt meg? Tehát a hármasnak jelentősége van. Gondolkodom. Lehet, hogy eszembe fog jutni. Lehet. Bármi más. Nagyon erősen... tegnap este volt, egyébként nagyon erősen gondolok rá. El is temettem magamban ezt sokáig, mert tényleg nem... Az megvan, hogy miért hálás feléd? Azt mondja, hogy többet jelentettél neki, mint gondolod. Ezt tudom, de fura, mert pont nekem kellene hálásnak lennem felé. Sőt, én vagyok nagyon hálás felé. Egy felkarolást mutat. Igen, ezért vagyok hálás felé, az tiszta sor. Mit jelent a zöld szín? Szerintem nem volt fradista. Legalábbis azt gondolom, hogy nem volt az. De fociról sosem beszélgettünk, az nem a mi témánk volt. Nem? Mi lehet? Mi lehet a zöld szín? Mondd te, hát mondj, de valami, de teljesen, most már teljesen vakon vagyok. Ez egy zöld felső. Zöld felső. Egy jellegzetesen zöld felső. Mint egy keki zöld. Volt ilyen felsője? Hát biztos volt neki. Az jellegzetesnek nem volt jellegzetes, lehet, hogy volt neki. Amire egyébként a zöld felsőre utaltál, nekem beugrott valami, de azt pont azt akartam mondani, hogy egy rikító zöld és kék csíkos felső pulcsi volt, és az se neki, hanem nekem, de volt vele egy közös képem, ahol az, de ez nem keki zöld volt. És rajta mi volt? Hát ezt nem tudom, egoista vagyok, mindig magamra figyelek a fotó. Megvan még a fotó? Már nincsen. Az a baj. Érdemes lett volna. De volt neki egy keki zöld felső, teljesen biztos. A halálával kapcsolatban? Bármi? Mellkasszorítás. Torkom szorongatja. Tehát a hirtelen. A torok az nem, a mellkas az... most stimmelhet, mert azt hiszem... szív, ér. Igen, valami. És mi történik? Nem kap levegőt, ugye? Hát azt nem tudom, én nem vagyok boncmester. Nem tudom, hogy hogy alakulnak ezek a dolgok, de azt tudom, hogy szívbetegsége volt neki. Azon gondolkozom, hogy a hármas mi lehet most ezzel nagyon, de április 12, 0412, abban sehol nincsen három. Ha összeadod, sincsen három. Április 12. 12 az egy hármas egyébként, de mindegy. Ja. Jó, az lehet akkor három. Jó. Nem, a hármasnak jelentősége van. Meg a halál előtte két héttelnek is. És nem tudom, ilyenkor őt hogy látod? Testével jelenik meg előtted? Vagy? A lélek jelenik meg. A lélek. Tehát nem tudsz arra következtetni, hogy
ő akkor hogy nézett ki, vagy... Hogy férfi vagy női lélek? Férfi energia, ami kirajzolódik. És ott... valami bögrét mutogat folyamatosan felé, tehát tolja oda. Tehát itt nem arra kell gondolni konkrétan a bögrére, hanem hogy megkínál. Tehát, hogy érkezel, és hogy ő egyből kínál. A vendégszeretet. Volt ez a mozzanat? Vagy érkezel, és kínál? Mindig ő jött hozzám. Te kínáltad őt? Hát annyira nem ő kiszolgálta magát, ő ilyen típus volt. Ahol ő lakott, oda nem engedett be soha. Bögre, és hogy vendégszeretet. Mindjárt elmondom egyébként a teljes sztorit, csak hát, ha még van valami olyan, amit ő akar nekem mondani, vagy hát, ha még van bármi olyan, ami hozzá kapcsolható. Mert hogy tényleg az elmúlt 12 évben nem is beszéltem róla. Soha. Szerintem még videóban sem említettem meg, pedig annyira meghatározó volt az életemben, de valahogy itt ugye elfelejtettem, vagy eltemettem a gondolataimban. És már jó ideje nem is érzem azt az illatot, amit a halálakor éreztem. Sokáig volt utána, még külföldön is volt egy annyira jellegzetes illat, amit csak akkor éreztem életemben először, amikor ő meghalt, és utána még párszor így, de most már évek óta sem. Milyen csíkos párna? Abban az időben vannak párnáid, amikor ő megy hozzád? Csíkos párna. Nem. De. Igen, lehet. Nem tudom, mi lehet a csíkos párna. Az... Jó, figyelj, elmondom, hogy én miket írtam le, mert én azt gondoltam, hogy... Mi a fehér rózsa? Fehér rózsa. Biztos volt a temetésen fehér rózsa. Nem tudom. Én tudom, hogy én Orhide a Lilium koszorút vittem neki. Fehér rózsa. Ezek szálas rózsák. Egy-egy szál fehér rózsa. Hát lehet, hogy a temetésén azt gondolom, azt dobáltuk a korsóra, nem lehetséges. Nem tudom, nagyon ki voltam készülve. Tényleg egy nagyon hirtelen dolog volt. Ez ilyen egészen elképesztő. Valami fénycsíkot mutogat. Fénycsík? Uh-huh. Mindenképpen meg fogom írni, vagy el fogom neked mondani, ha bármi ezek közül beugrott. Most valamiért úgy érzem, hogy nem. Ő egyébként, mint mondtam, 35 évesen halt meg, szívrohamban. Rengeteget dohányzott és kávézott. Volt neki egy nagyon erős ember volt. Igen. Minek kezdte? Bögre, a bögre. Bögre. Tolja a bögrét oda. Ja, és hogy ez a kávé. Ha rengeteget kávézott, akkor nem egyértelmű? Ja, hogy az lehet a kávé. És vendégszeretet. Mit mondod? Vendégszeretet. Tehát hol kávézott? Nálad kávézott. Én az intézetben, amikor bekerültem, akkor egy csoportban voltam, és ő egy ilyen utógondozottként, egy ott maradt felnőttként volt egy másik, egy kisházba. De mindig azt mondta, hogy olyan lepukkant az a kisház, hogy oda nem enged be engem. Ő apám helyett apám volt, ő védelmezett, amit mondtál. Férfi, hogy igen. Igen, férfi volt, ő apám helyett apám volt, Túrónak hívták, Túraci Józsefnek egyébként, és nagyon erős ember volt. El is neveztek róla egy erőemelő versenyt, egy ilyen erős ember versenyt, nemzet, vagy ilyen gyermekotthonok között itt, és nagyon nagy tekintélye volt, és mindig, ha valaki engem bántani akart, hát azért kaptam rendesen az ívet, ha valaki engem bántani akart, akkor ő mindig megvédett, és ezért fura, mert ugye én vagyok neki nagyon hálás. Amit mondtál, ami még egyébként ideírtam, hogy ez a férfi hihetetlenül szeretett annyira, amennyire talán meg sem érdemeltem. Én ez kicsit azt érzem, hogy én már a halála után szerettem inkább apámként, mint sem közben. De tényleg megvédett, védelmezett. Még ilyeneket írtam oda, hogy kopasz volt, nagyon nagy tekintélye volt az intézetben, és
és legemlékezetesebb pillanat, amikor egy pici nevű barátja, ő 2 méter 20 centi, az ezüst láncát letépte és bedobta a sírgödörbe, és akkor azt hallottam, ez egy ilyen nagyon meghatározó, sokáig a halálnak a hangját ezzel a puffanással kötöttem össze. És róla nem beszéltem, és azért voltam benne biztos, hogy talán tőle. Fény Joe a fénycsék, mit jelent? Ő volt neked a fény. Uh-huh. De ettől függetlenül látod is a fénycsóvát és a fénycsíkot, és nem fogok meglepődni, hogyha már akár már éjjel megint kapsz egy ilyet. Nem szeretném. Nem kapja ki ilyet, kérlek. De én meg akarom, hogy kapjam. Nem, mert egy hete nézlek téged, és már WC-re is félve megyünk ki, úgyhogy jó. Na, és mi az ing? A barna, vagy a keking? Keking, azt nem tudom. Zöld színű. Van, nem jövök rá, hogy mi lehet a keki színű póló. Keki színű. Van egy nagyon jellegzetes képe, de ott szabadidőben van, ott ilyen kék szabadidőben. Meg fogom keresni azt a képet, ahol ketten vagyunk, ahol van ez a zöldcsíkos pulcsi. Nem vagyok benne biztos, hogy nem keki színű póló van rajta. Csak ma olyan régi az a kép, hogy idejét se tudom. Azt hangoztatja, hogy őt eldobták, mint a kutyát. Pici gyerekként, babaként került be az állami gondozásba. 10 éves korában van egy történet, amiről neked mesélt. Hát így 12 év távlatából már. Ha pici babaként, akkor megint ott vagyunk, hogy eldobták, mint a kutyát, igen. Uh-huh. Gyerekként került be az intézetbe. 10 éves kora meghatározó. Azt mondja, hogy ott úgy volt, hogy majdnem lett családja. 10 éves korában? Uh-huh. És erről mesélt neked. Abban a rendszerben még nem működött így az örökbefogadás, szóval azt nem hiszem, hogy az örökbefogadás... Majdnem lett családja. Majdnem lett családja. Az egy törés ott 10 éves korában. Elképzelhető. Nem emlékszem rá. Hát ez az a tizensok éves történet. Zavar, meg se találom már a sírját. Múltkor próbáltam a budakeszi temetőben, és nem találtam. Mert nem balra mentél. Nem balra mentem? Uh-huh. Figyelj, mert mentem annyi helyre, hogy ott Patrikkal kimentünk, de nem találtam. Meg akartam nézni, meg akartam neki egy sírkövet csináltatni. Mert még mindig biztos vagyok benne, hogy fakereszt van ott. Az a lényeg, hogy bemész, és balra kell menni. Bemegyek és balra. Bemész és a 4. bekezdésnél balra. Ezt felírom. De nem arra mentél. Hát én már nem tudom, megmondom neked az igazat. Én próbáltam mindenhol kideríteni, hogy hol lehet. Már körbejártam 5. csak már abban sem vagyok biztos, hogy van neki sírjelzője, mert hogy már 12 éve biztos, hogy elhanyagolták. Na, hát azért itt néhány dolog nyilván megmosolyogtatja az embert, néhány dologgal kapcsolatban merülnek fel kérdések. A kedvenc részem, amikor azt kérdezte Kató, hogy voltak ebben az időszakban párnáik, de mondtam, hogy nem, és akkor ő mondta, hogy de. Erre azért ugye mit lehet mondani, vagy a hármas az, ha valaki 12-én születik, az ugye 1, 2, 3. És rengeteg olyan dolog van egyébként, ami azt gondolom, tehát, hogy józan paraszt észre átgondolva sokkal inkább mulatságos, mint elgondolkodtató. Akár csak ugye ott van, hogy nyomás érez valaki a mellkasán, ezért Magyarországon a szív- és érrendszeri megbetegedések száma elég magas, tehát hogy ezzel kapcsolatban igen, végül is ezt ki lehet találni. A temetőben, mint kiderült, nem, hogy nem balra kell menni, hanem konkrétan a bejárattól egyenesen is neki mész, tehát hogy azóta ezt megnéztük, és azóta sem jutottak eszembe. Tehát hónapok teltek el a forgatás óta, és gondolkodtam tényleg, tehát hogy én elvégeztem a házi feladatot, gondolkodtam, és mindig nem jutottak eszembe dolgok. Természetesen ettől függetlenül én még nem zárom ki, hogy esetleg bármilyen úton, módon, csoda folytán megjelenik valakinek Gábriel Arkangyal és üzenetet ad át, hiszen ez egyébként a hitemnek, a vallásomnak is az egyik alapja, de hát hogy mondjam,
összességében tekintve én szeretném, hogyha ti vonnátok le a megfelelő következtetést, mert azt gondolom, hogy én itt most A-t vagy B-t mondok, hát az itt nagy baj, az egyértelmű dolgokat viszonylag ritkán kell megmagyarázni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, íme itt volt, találkozunk legközelebb, legyetek jók! Miről fogok nektek beszélni? Ó, hát jövő héten indul a konyhafőnök, úgyhogy arról egy kis kulissza, kis ez az, kis amaz. Kíváncsian várom egyébként visszanézni magamat majd a tévében. Na jó van, legyetek jók, remélem, hogy mindenkinek áldottan és békésen teltek a minden szentek. Na jó van, hát ennyi fért mára bele. Puszicsok, sziasztok!